Látod a szememen, hogy olvasom ezt a szöveget? Ha nagyon sok ilyen videóba beszélős videót csinálsz, esetleg interjúkat, vagy olyan emberekről készítesz felvételt, akiknek nincs annyi tapasztalatuk, akkor mindenféleképpen nézd végig ezt a videót, ugyanis el fogok mondani néhány trükköt, és bemutatok egy titkos fegyvert, amit használnod kell. Szóval mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig, hogy az összes tippet láthasd. Ma teleprompterekről fogunk beszélni, amik abban tudnak segíteni, hogy bármilyen szöveget, még a legtapasztalatlanabb emberek is el tudjanak mondani különösebb problémák nélkül. Anélkül, hogy emlékezni kénük, vagy mondjuk fotomemóriájuk lenne, fotografikus memóriájuk. Át fogunk beszélni különböző típusú telepromptereket, a funkciójukat, hogyan érdemes választani, milyen appok vagy kiegészítők kellenek hozzá. De mielőtt belevágunk, jöjjön az intro. Egy disclaimerként el kell mondanom, hogy a ProAim és a FeelWorld elküldte nekem az ő teleprompterüket, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondjak róluk, úgyhogy a videó során csak is az én saját véleményemet fogod hallani. Jó, először beszéljük át, hogy miért lenne valakinek szüksége egyáltalán egy teleprompterre. Hadd mondjam az én saját példámat, vagy hagyj hozzam nektek. Egyáltalán nincs azzal bajom, hogy beszéljek a kamerába, vagy előadást tartsak, és nem csak magyarul, hanem angolul sincs vele bajom. De a konkrét, hogyha egy sztoriról van szó, annak a struktúrájára emlékezni, vagy a konkrét szöveget bemagolni, na az egyáltalán nem megy. Régen szavaltam verset, most már meg sem tudnám jegyezni. És pontosan itt jön a képbe egy teleprompter. Pont azt az extra biztonságot adja, hogy úgy tudsz ránézni egy szövegre, hogy nem kell kiesned a flowból, abba a folyamatból, amiben vagy, vagy leállítanod a felvételt, és nagyon jó alkalmazások is vannak ahhoz, hogy ezt tud használni a teleprompter, mint eszközzel, erről is mindjárt fogunk beszélni. Szerintem a két legjobb opciót egy ProAim nevű cég adja, aminek FilmCity a teleprompterének a neve, valamint a FeelWorld, ami a külső monitorairól híres, de van egy TP10-es nevű teleprompere, olyan 35-50 ezer forintba kerül, ami lehet, hogy így elsőre soknak tűnik, de tényleg hidd el, hogy az egész munkafolyamatodat, a felvételeket, az életedet meg fogja egyszerűsíteni. És nyilván vannak ennél olcsóbb opciók, de azok nem ennyire könnyen kezelhetőek. Lehet, hogy betükröződik mondjuk valami a felvételbe, ami nem jó. És persze vannak sokkal drágábbak is, mondjuk 200 ezer forintos pro teleprompterek, de az meg szerintem valahol pénzkidobás, mert nincs nagyon rá szüksége az embernek. Úgyhogy először beszéljünk a ProAim-ről. FilmCity-nek hívják az ő teleprompterüket, amit szinte mindenre lehet használni, és egy nagyon jó áron jön. Hadd spoilerezzem az egészet már itt, hogy amit nagyon imádok benne, hogy magába a csomaggal jön hozzá egy óriási nagy ilyen fedő, ami tényleg minden egyes csillanást kizár, és egy ilyen kis kesztyű, amivel tudod tisztítani az ablakot. Ja, és nem csak telefont, hanem bármilyen tabletet is elbír ez a konstrukció, beállíthatod magadnak. Magáról a felépítésről el kell mondani, hogy műanyag, és először talán nehéznek tűnhet beállítani, főleg, hogy pont úgy legyen minden szög, ahogy te szeretnéd, de hogyha megcsináltad, onnantól nagyon egyszerű használni, és amúgy az alap kinyitása és beállítása kb. Pár perc alatt elvégezhető, és nem kell semmilyen más eszköz hozzá. Amúgy tényleg nagyon strapabíró, stabil a nagy objektívemet, kamerámat és a tabletet, és tök jól tartja. Két másik szerintem egyedi funkciója az, hogy nagyon finom lehet hangolni, hogy milyen magasan legyen a kamera, hogy legyen egymáshoz igazítva. Igazából mindegy, plusz amúgy egy ilyen cső alapon jön, kutyám közbeugatott, és ezért a csövön
be tudjuk ejteni, hogy mi milyen közel vagy messze legyen, hol legyen a kamera, milyen szögbe és milyen távol legyen maga ez ugye az ablak, ami tükröződik, hova tudom elcsúsztatni a telefont vagy a tabletet, amit használok. Tehát tényleg baromi rugalmas, és azzal és azzal a táskával, amivel jön, egy ilyen pro, könnyen hordozható setupot kapunk. Pontosan annyira strapabíró és jó felépítése, hogy egy nagyobb DSLR vagy Milz gépet egy nagyobb lencsével is teljesen jól elbír. Plusz ez a bársony-szerű kendő tényleg minden extra fényt vagy becsillanást kiblokkol, és nagyon egyszerű olvasni a szöveget, ahogy amúgy most is olvasom. Na de beszéljünk a másik nagyon jó opcióról, a Feelworld-nek a TP10-ről. Azért 10, mert ez egy 10 incses, még könnyebben összehajtható teleprompter, amiben ugyanúgy DSLR, Mirc képeket, sőt, telefonokat is könnyen be tudunk helyezni. Ennek is van egy ilyen kis tükröződés, blokkoló valamije, de ez nem olyan nagy, és másrésztől meg, hogyha ilyen flip-out screen van a kamerán, azt így elblokkolja, nem látjuk magunkat, úgyhogy itt lehet, hogy érdemes használni egy külső monitor, de szerencsére a Feelworld-nek nagyon jó opciója is van erre a probléma megoldására. Ami pedig egy külön jó dolog, hogy a dobozban magához a TP10-hez kapunk egy távirányítót, amivel a hozzáfejlesztett appal tudjuk irányítani a telepromptert, és ennek is van egy nagyon jó hortáskája, még könnyebben összehajtható a dizájnja, sőt, ilyen lencse adapter kitteket is kapunk, ami máshol nagyon nem is láttam, 49-től 77 mm-esig bármit beállíthatunk, de akár azt is, hogy egy telefont vagy tablettet nem olvasásra, hanem effektíve felvételre be tudunk tenni, és akkor azzal veszünk fel. Ami még egy különlegesség, hogy nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is felvehetünk, ami egy óriási lájkot érdemel, ugyanis, hogyha mondjuk valaki nagyon sokat instastorizik, vagy live-ol, tiktokkozik, akkor ezt a megoldást is tudja használni, és ahogy mondtam, tök könnyen össze lehet hajtogatni, és talán még könnyebben lehet ide-oda hordozgatni, mint a ProAim-et. A ProAim inkább egy fix otthoni setupban használom, és hogyha valamilyen produkcióban vagy felvételre megyek, akkor viszem magammal a TP10-et. Na de most beszéljünk az alkalmazásokról, mert nyilván kell egy app is, mi az, amit érdemes figyelni. Milyen könnyű használni, ami nyilván azt jelenti, hogy mondjuk a szöveget, amit megírtunk, hogyan tudjuk átküldeni rá, lehet-e mondjuk formázni bullet pointokat, mennyire tudjuk kontrollálni, hogy milyen gyors legyen, hogy van-e mondjuk, hogyha nincs egy külön kontrollerünk, akkor tudjuk-e valahogy mondjuk irányítani egy másik eszközzel, beállítani, hogy mennyire széles vagy narrow, vékony, nem jut eszembe magyarul, kommentbe kérlek írd be, szóval hogy milyen legyen a szöveg, és az egyik legnagyobb hack, amit szeretnék neked elmondani, hogy ha túl széles a szöveg, és nem pont a lencsének a közepébe van, akkor a néző, te látni fogod, hogy én olvasok, és így mozog a szemem, ami borzasztó, vagy azt fogod látni, hogy nem pontosan rád nézek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket beállítsa az ember. Például most látod, hogy olvasok? Remélem nem. Írd meg kommentbe. Na de vissza az appokra. Három van, amit ajánlok. Hogyha a Feelworld-nek a TP10-es verziót, vagy valamelyik Feelworld telepromptert veszed meg, akkor mindenféleképpen használd az ő saját fejlesztésű appjukat, iOS-re, Androidra, tabletre, telefonra, mindenre letölthető, és ugye ezzel a remote-tal tudjuk irányítani. Ha nem azt választod, vagy más telepromptered van, akkor két alkalmazást ajánlok, az egyik a Prompt Smart Plus. Az ingyenes verzióval is be lehet állítani, hogy milyen vékony vagy széles legyenek az, ahogy a szöveg látszódik, hogy milyen gyorsaság legyen, és amit nagyon imádok, hogyha angolul vagy pár olyan nyelven, amit támogat, olvasunk, akkor automatikusan léptet, tehát pont ahogy hallja, hogy te mit mondasz el, úgy léptet tovább, sajnos magyarul nincsen, úgyhogy így kreatívan Teleprompter nevű apphoz érkezünk el. Ez a neve magának az appnak ugyanúgy mindenhonnan letölthető, és mert magyarul nincsen hangfelismerés semmibe, ezért nem a másikat választottam, de ez nem csak iOS és Androidon, hanem
Mac-en is működik, ami azért jó, mert sokkal könnyebben tudjuk a prémium verzióval átküldeni a szöveget, meg rendszerezni a dolgokat, de ugyanúgy mindent a saját ízlésünkre be tudunk állítani. Végezetül beszéljük át, hogy kinek való. Hát bárkinek, akinek nincsen, ahogy az elején is mondtam, fotografikus memóriája, és szeretne csalni annélkül, hogy lebukjon. Tehát akár beszélhetünk egy Zoom call-ról, vagy egy konferencia hívásról, de mondjuk egy valamilyen bemutató videó, vagy szeminárium, online oktatás tartása, vagy bármilyen beszélő videó hirdetésre is tökéletesen alkalmaz. Tényleg egy annyira jó kis eszköz vloggereknek, akik live-olnak, ugye online oktatáshoz, bármilyen videófelvételhez, vagy interjúkba is, prezentációkhoz. És tényleg olyan, amióta megvan a teleprompteren, olyan produkciókra is el szoktam vinni, ahol valaki nem annyira tapasztal, de így a kamerába kell beszélnie, ez egy segítség. Nem, hogy felolvassa a szöveget, de bullet pointokra. De mit gondolsz te? Ki az, akinek való egy teleprompter? Te használnál-e? Van-e? Vagy éppen ellene vagy? Folytassuk ezt a beszélgetést a komment szekcióba, és írd le, hogy mit gondolsz, vagy hogyha van bármilyen kérdésed. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted, főleg, hogyha már feliratkozom van, de akkor is, hogyha most találkoztunk először. Ha tetszett, akkor akár rányomhatnál a feliratkozás gombra és a csengőre is. A like gomb alatt a leírásban ott van minden link, appokhoz, a két teleprompterhez, a Feelword, a ProAim-hez is, és ajánlom, hogy nézd meg más videómat is, hogyha érdekel az, hogy hogyan valósíthatod meg magad, akkor ajánlom, tavaly megjelent, azt hiszem valahol itt van a háttérben, a Válj valóra című könyve, amit a HVG adott ki, és pont arról szól, hogy hogyan brendeld magad, milyen produktivitás hackek vannak, meg life hackek az életben. Erről amúgy csináltam egy heti életemben, a csatorna életében először napi vlogot, vissza lehet nézni, és ebben az évben eléggé ráfókuszáltam a videós alkotásra, és ahogy most is egy videós eszközt mutattam be, de beszéltem például erről a Shure mikrofonról is, fényekről, amúgy hogy tetszik ez a setup, mivel este veszek fel, gondoltam, hogy derakok egy másik fényt, hogy adjon egy jó ilyen kis accent hair lightot, ezt is, hogyha gondolod, mondd meg kommentbe. Szóval ilyeneket is bemutatok, de nem csak ilyen technikai oldalról, hanem hogy kinek érdemes, hogyan érdemes használni, mi a legjobb beállítás rá, de nem csak ez nem egy tech csatorna, hanem elviszlek magammal téged konkrét forgatásokra, ahol ilyen vlogszerűen bemutatom, hogy mit, hogy találtam ki, hogyan veszem fel azokat, és aztán átülünk ide, és megmutatom, hogy hogyan vágtam meg Final Cut-ba, milyen effekteket, hangeffekteket használok. Szóval, ha az ilyen témák érdekelnek, akkor nyomjál rá a feliratkozás gombra a csengővel is. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok!